Művelődési életünk mozaik kockái, kultúrvarázs. Köszöntöm Önöket egy újabb kultúrvarázs elején. Ma sétát teszünk művelődési intézményeinkben, és az ott zajló eseményekre hívjuk fel figyelmüket, majd pedig elvezetjük Önöket a Bambisok jótékonysági műsorára is. Tartsanak velünk! Első állomásunk a Biciklések Városa. Ma 18 órakor nyílik a Biciklések Városa elnevezésű kiállítás a Topolyai Múzeumban. Ezzel kapcsolatban is a múzeumok éjszakájával kapcsolatban kérdezzük Gazsó Hargita múzeumpedagógust. Üdvözlöm az Express Channel nézőit! Tehát szerdán és szombaton van rendezvény a múzeumban, és úgy gondoltuk, hogy mivel most szerdán megnyitjuk a Biciklések Városa kiállítást, ehhez kapcsolódóan szervezzük a múzeumok éjszakáját. Mivel ez a kiállítás bicaj témájú, Szabadkáról érkezik, ott a Szabadkai Városi Múzeum munkatársai készítették, Mirko Görlica, Ninkov Kovacsevolga és Raffa Judit, tehát néprajzi, művészeti és történeti aspektusból mutatja be Szabadka bicaj történetét, ezért úgy gondoltuk, hogy nem csak ma este, mint kiállítás megnyitó, szerepeltetjük a bicaj témáját, és nem csak az elkövetkező egy hónapban, amíg meg lehet tekinteni ezt a tárlatot, hanem mivel május 18-án egész Szerbiában múzeumok éjszakáját ünnepelünk, akkor bicaj témában fogunk mi kerekezni a múzeumok éjszakáján. És milyen programokkal várják az érdeklődőket 18-án? Összeültünk több fiatallal, több felnőttel, hogy kinek milyen ötlete van bicaj témában. Ugye adott a kiállítás. És így alakult ki ez a végső, vagy a végleges program, amelyben lesz extrém bicajozás is, lesz közlekedési bicajverseny, és ez mind a kettő díjazásos, úgyhogy lehet jelentkezni. Természetesen azoknak, akik tudnak extrém bicajozni, meg tudnak helyesen közlekedni bicajjal. Lesznek még kerékpártúrák, lesznek bicaj felvonulás, ami egész a vásártértől indul. Tehát nagyon sokrétű lesz már egyáltalán a múzeum épületén kívül levő mozgási terek, és hogyha jó idő lesz, akkor kint a múzeum mellett még játszóházat is tartunk, amelyet hölgyek fognak vezetni, és bicaj témában fogunk üdvözlőlapokat, képeslapokat készíteni. Úgyhogy nagyon sok kinti bicaj témájú mozgásunk lesz, úgyhogy hozzanak magukkal bicajt, akinek van. Akinek meg éppen elromló félben van a bicaja, az is hozza magával, ugyanis a múzeum melletti téren lesz egy sátor, ami alatt javítjuk. Vagy javítják a mesterek a bicajokat, úgyhogy jöjjön mindenki, aki bicajjal van, aki nincs, ugyanis a múzeum épületében lesz bent a kiállítás, a Biciklések Városa című, valamint megtekinthetik az állandó kiállításainkat is, és azok, akik megnézik a kiállítást, és helyesen válaszolnak a kiállítás kapcsán föltett kérdéseinkre, ami egy papíron fog szerepelni, és bedobják a szavazó ládánkba, illetve egy dobozba, akkor azok június közepén azok közül húzni fogunk, és a Caprioló támogatásával azok közül egy ember meg fogja nyerni azt a bicajt, amit ez a bizonyos üzlet ad. Úgyhogy mindenféleképpen érdemes ellátogatni, meg akik szeretnek előadásokat hallgatni és múzeumba beülni, azok is jöjjenek, hiszen bicaj témában készülünk magyar és szerb nyelven is előadásokkal. Szerb nyelven egy újvidéki úr, egy bicajozós fog előadást tartani, méghozzá ő Újvidékről fog érkezni bicajjal. Őt fogják várni a bicajos fölvonulók 17:30-kor a vásártéren, és vele együtt érkeznek le a múzeumba, ott 18 órakor a Brinza Lajos úr, aki a Caprioló tulajdonosai megnyitja, és utána ez a Zorán Zivlák nevezeti újvidéki bicajozós, aki a föld körül jár folyamatosan kerékpárral, ő fog egy előadást tartani arról, hogy egyáltalán milyen útjai voltak eddig, utoljára a londoni olimpiára jutott el kerékpárról, úgyhogy erről egy kisfilm is lesz, és utána egy topolyai hölgy, Kőrösi Brinza Bernadetta, ruhatervező fog arról beszélni, hogy hogyan alakult ki egyáltalán
az öltözködésünk, illetve hogyan alakult a kerékpárhoz az öltözködésünk, ugyanis tudjuk régen, hogy az abroncsos ruhákban járó hölgyek valószínűleg, amikor felszállhattak a biciklire, az már nem volt nagyon könnyű, úgyhogy ezzel változott az öltözködés is azzal, hogy megjelent a világban a kerékpár, úgyhogy erről fog ez a hölgy előadást tartani, és még lesz a múzeumok éjszakája annak a végén egy kis filmvetítés is, és a Kovács és Bognár műhely is látogatható lesz, tehát sokrétű a múzeumok éjszakája, jöjjenek bárhogy, sétáljanak nagyot, bízom benne, hogy jó időnk lesz, és nálunk itt Topolyán ingyenes a múzeumok éjszakája, ez a Topolyai Önkormányzatnak köszönhető. Vannak díjazásos versenyeink, mely a Kapriolónok és a Smartcomnak köszönhető, valamint még támogatunk a Pötker, valamint nagyon sok olyan egyesület, civil szervezet a partnerünk, akik egyáltalán az ötletekben segítettek, hogy kivitelezzük ezt a nagyszabású múzeumok éjszakáját. Nagyon szép színes programmal készültetek, és úgy látom a programokat hallva, hogy nagyon sokrétű, és hogy a közönség minden korosztálya megnézheti és ellátogathat, is rengeteg esemény lesz. Úgy hallottam, hogy egy akció is kezdetét veszi a mai kiállítás megnyitóval kapcsolatban. Erről mit tudnál elmondani nekünk? A Szabadkai Biciklisek Városa kiállítás is úgy alakult ki, hogy nagyon sok szabadkai adományozó, olyan ember, akinek a birtokában volt régi bicikli, vagy egyáltalán olyan fénykép dokumentum, ami a bicikli történethez kapcsolódik, a szabadkaihoz. Ők beadták ezeket, vagy adományozták a múzeumnak, vagy pedig kölcsönadták a kiállítás erejéig ezeket a tárgyakat, és ennek ötletéül szeretnénk mi is ezt Topolyán megvalósítani, amíg itt lesz a kiállítás. Tehát nézzék meg a kiállítást, gondolkozzanak el arról, hogy mi van önöknek, topolyaiaknak és községbelieknek otthon a bicaj kapcsán. Régi bicaj, régi fénykép, ahol nagy tatáink kerékpároznak valahol Topolyán. Tehát ilyenekben gondolkozzanak, és mi is szeretnénk egy bicajozással kapcsolatos kiállítást készíteni, amelyhez természetesen szükségünk van tárgyakra, dokumentumokra, anélkül nincs kiállítás, úgyhogy kérem önöket, hogy akinek van a birtokában ilyen, adományozzon a múzeumnak, adjon kölcsön a múzeumnak, és megteheti ezt hétköznap 10-től 16 óráig, addig látogatható a kiállítás, és június közepéig jöjjenek el, és nézzék meg a kiállítást. Köszönjük szépen Hargitának, és reméljük, hogy jól sikerül mindkét rendezvény. Köszönöm szépen, és a meghívást is. Tartalmas napok elé nézzünk a Művelődési Házban. Az igazgatónőt, Csipet Émát kérdezzük a történésekről. Május második felében is folytatjuk a tevékenységeinket. 12. alkalommal kerül megrendezésre Péterváradon a Baby Exit Fesztivál. Erről annyit kell tudni, hogy az igazi exitnek egy előszeleként tartják a gyermekek számára, tehát itt is több helyszínen folynak a koncertek, a fellépések, és a Művelődési Ház 8. alkalommal szervez csoportot, tehát autóbusszal szervezünk résztvevőket a Baby Exitre Topolya községből is. Igazság szerint igyekszünk mindig másoknak felkínálni ezt a lehetőséget, de az évek folyamán bebizonyosodott az, hogy mindig a legszívesebben a legkisebbek mennek, és nekik is van valahogy a legnagyobb sikerük, és a legjobban értékelik és élvezik a Baby Exitet, úgyhogy idén is a Bambisok egy csoportja utazik majd május 26-án a szervezésünkbe a Péterváradra, és nagyon reméljük, hogy az idő is szép lesz, és sikeresek lesznek, mint ahogy már számtalanszor bizonyítottak a Bambisok, ott is majd bizonyítani fognak. Ami újdonság, hogy május folyamán mozi előadása is sor kerül, ritkábbak mostanában a mozi vetítések, úgyhogy 28-án és 29-én a műsorunkra tűztük az Óza Nagy Varázsló című filmet, este 7 órától kezdődik a vetítés mindkét napon, a belépőjegyek ára pedig változatlanul 150 dinár. A Mosolycsaló bábszakkör ismét tábort szervez a nyár folyamán, erről mit kell tudni? Annyit kell tudni Dióhéjban az előzményekről, hogy tavaly hirdettünk először bábtábort a tájházban, egy nagyon jól sikerült tábor kerekedett ki belőle, és nem titkolt szándékunk volt tavaly az, elmondtuk itt is többször, hogy szeretnénk egy báb szakkört, egy báb csoportot, gyermekekből álló báb csoportot verbuválni a községben,
és az álmunk megvalósulni látszik. Hát mondhatom azt, hogy megvalósult, mert két sikeres előadáson van túl a Topolyai Mosolycsalók bábszakkör. Ők folytatják is a munkájukat, tehát szombatonként találkoznak a foglalkozásvezetőkkel, tehát dolgoznak továbbra is. És ennek a hagyománynak a folytatásaként ismét bábtábort hirdetünk, már megjelent a felhívás, és azt szeretném most itt ismertetni, mert nagyban várjuk már a jelentkezőket, érdeklődőket. Az idei bábtáborunk június 24-e és 29-e között kerül megrendezésre. Ez nem egy ottalvós, hanem egy nappali tábor. Délután folynak a foglalkozások, tehát hétköznaponként, hétfőtől péntekig délután 4 és este 8 óra között a Diófa árnyékába, úgyhogy ha nagy kánikula van, az akkor sem kibírhatatlan a hőség ott a tájházban, úgyhogy nagyon kellemes a légkör. A jelentkezők 5 és 15 év közötti gyermekek jelentkezésére számítunk az idén. Benedek Eleknek a Tűzmadár című meséje kerül feldolgozásra, és azt mondja a foglalkozásvezetők, a dramaturg, hogy bátran jelentkezhetnek azok is, akik úgymond beszélni nem szeretnek, mert itt főleg a bábi játékon lesz majd a hangsúly, tehát kevés szöveg és sok-sok báb játék. Június 20-áig fogadjuk egyébként a jelentkezéseket, de mivel hogy a férő hely az korlátozott, hogyha ez betelik, akkor tovább már nem tudunk, úgyhogy aki esetleg érdekelt, az mielőbb dönts el és jelentkezzen bátran. A művelődési házban személyesen, vagy a 713-515-ös telefonszámon is lehet. És a részvételi díjról annyit, hogy ez egy támogatott tábor, tehát tavaly is támogatta a Szekeres László alapítvány a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT címén, és számítunk arra, hogy az idén is fogja. Úgyhogy mindössze 600 dinárba kerül a tábor, azzal, hogy felét 300 dinárt jelentkezéskor, másik felét pedig a tábor ideje alatt, és minden nap a gyermekeknek uzsonnát biztosítunk, üdítőt, valamint természetesen ásványvizet, vizet korlátlan mennyiségben. És még csak annyit, hogy már közönségcsalogatóként is annyit, hogy a zárónapon, ez június 29-e egy szombati nap, idén is lesz gála műsor, szerény ünnepség keretei között bemutatásra kerül majd az előadás, úgyhogy már mindenki előjegyezheti magának ezt a dátumot, mert nagy szeretettel várunk majd minden érdeklődőt a báb előadásra. Karna Margit színművészre emlékezünk, és szólunk a maradtak toborzásáról is. Karna Margitról van szó, ugyanis aki 49-59-ig tagja volt a Járási Színháznak, egyik meghatározó tagja, majd 60-tól egész nyugdíjasztatásig a Szabadkai Népszínház tagja volt. Nagyon sok elismerésben részesült, meghatározó tagja volt ott is, és 88-ban, amikor nyugdíjba ment, még utána is visszahívták, tehát ő játszott még a 21. században is, hogy úgy mondjam, ugyanis Kovács Frigyes, az akkori társulatigazgató visszahívta, hogy játszon a Nem fájba, amelyel Topolyán is vendégszerepelt a társulat, majd a Csirkefejben is játszott, valamint a Kosztolányi tangójába. Ami engem illet, én mindig nagy rajongója voltam a művésznőnek, nem tudtam minden bemutatóra elmenni Szabadkára, de amikor ő játszott, akkor egészen biztosan ott voltam, és úgy emlékezetemben maradt nagyon, amikor a Nem fájjal vendégszerepeltek itt, és az előadás előtt a színpadra lépett, és kijöttek a könnyei, a fiatalok is próbálták, meg én is próbáltuk egy kicsit vigasztalni, és elérzékenyült, hogy hát ő mennyi szer lépett fel ezen a színpadon, és hát, hogy mondjam, ez újra nagy élmény volt neki, hogy játszott Topolyán, szeretett Topolyán játszani, ezt többször elmondta. Terveznek-e a jövőben valamilyen formában megemlékezni róla? Szeretnénk mindenféleképp, tehát az ősz folyamán valószínűleg a Topolyi Napok keretében majd meg fogunk emlékezni a művésznőről. A Mara Amatőr Színtársulat tagokat toborzott nemrégiben, hogy hogyan zajlott a tagtoborzás, Sörfőző Károlytól, a színtársulat vezetőjétől kérdezzük. Igen, már egy ideje tervezzük a tagtoborzást, ugyanis sok dolgot valahogy meg kellett oldanunk hosszú távra,
Itt elsősorban a technikai dolgokra gondolok, ugyanis nem volt szakemberünk, aki a fény és a hangtechnikát csinálta volna, és hát így felhívást intéztünk a fiatalokhoz, elsősorban nem csak a fiatalokhoz, de a fiatalokhoz, hogy aki szeretné ezt kipróbálni, ezt jelentkezzen, és a legnagyobb meglepetésünkre minden, hogy mondjam, technikai dologra volt jelentkező. Tehát van, jelentkeztek sminkelők, fodrász és a hang és a fénytechnikára is. Ugyanis ez gond volt, mivel vagy közülünk kellett, hogy valaki ezt megoldja, tehát a fényt és a hangot, vagy valamelyik barát is családtaggal oldottuk meg, tehát hosszú távon ez nem nagyon működhetett így. És most minden területre ugye jelentkeztek fiatalok, és úgy látszik, hogy megoldódik ez a kérdés. Persze a színészettel próbálkozók is jelentkeztek, így 67-en, ha jól emlékszek, tehát lesztek új tagok a Marába. Dormán László fotókiállításon és Juhász Erzsébet esten voltunk. A topolyai költőnő megállapította, hogy szeretnivalók a régi fotók, amelyek több mint 30 évvel ezelőtt készültek. Ezek az alkotások őszinte arcokat ábrázolnak, amelyeket nézve megnyugszik az ember. Ezeket a képeket tavaly nyáron a Kanizsa írótáborban láttam Kanizsán a főtéren kiállítva, és már akkor nagyon nagy hatással voltak rám, nagyon szeretem ezeket a régi képeket. Nagyon érdekesnek tartom őket, a régi embereket is, a fénytörését, nagyon-nagyon megfogtak akkor is már ezek a képek, úgyhogy külön örültem ennek, hogy én beszélhetek majd róluk. Dormán László a kiállítás anyagával a 6 évtizedes magyar kanizsai írótábornak állít emléket, amikor a fényképek készültek arra a mosókonyhára, ahol akkor a sötét kamrája volt, ahol régen órák hosszáig tartott az előhívatás. Ami szembeötlő egyből, az az, hogy a legtöbbjük már nincs itt közöttünk. Ha végigmegyek, Juhász Erzsi, Danyi Magdi, Fehér Feri, Koncz István, Bori Imre, Torok Csaba, Bosnyák István, és tovább Sziveri Jancsi, Kornyik Miklós, és hát sorolhatnánk végig. Az est folytatásában Juhász Erzsébet Utánutazás című művéből Bencsik Orsolya topolyai írónő válogatott összeállítást. Bencsik Orsolya író Juhász Erzsébetől értekezve megjegyezte, hogy Juhász a szemüvegén keresztül is élesen látott. Közép-kelet-európai éleslátású íróként jellemezte, aki a valóság elől menekült az írásba. Én úgy gondolom, hogy Juhász Erzsébet, tehát nem azért fontos foglalkozni, mert hogy ő a mi topolyai írónk. Én úgy gondolom, hogy ő sokkal jelentősebbet tölt, tehát hogy nem helyi szinten jelentős, hanem eleve az egész közép-kelet-európai irodalom számára. Ott van egy Danilo Kis, vagy egy Mészöly Miklós neve mellett, és én azt gondolom, hogy érdemes egyébként rehabilitálni az ő pozícióját. Tehát, hogy ezért is nagyon jelentős, vagy fontos az, hogy itt most így Juhász Erzsébettel foglalkozunk, hogy ez a CD megszületett, hiszen ez egy ilyen hihetetlen vállalkozás. Tehát az, hogy őt rehabilitálni kell, meg kell, hogy jelenjen az irodalomban újra. A Juhász Erzsébet szövegekben is fölmerült a szülőföld, az elvágyódás, a helyváltoztatás, a topolyai helyszínek itt visszacsengtek. Mindezeket Körnács Erika tolmácsolásában hallhattuk. Gitáron Verebes Ernő közreműködött. A Népkönyvtár igazgatónője Nára Éva köszöntő szavai szerint, amikor itthon vagyunk, akkor elvágyódunk innen, amikor még nem vagyunk itthon, nem megy ki a fejünkből a poros kisvárosunk. Az igazgatónő arról is szólt, hogy Dormán László fotókiállítása az intézményben az idei év egyik legsikeresebb történései közé tartozik. Az, hogy ezek a képek így elkészültek ilyen nagy méretben, ez a Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhető, tehát valamiképpen ő a védnöke a tárlatnak. Tervben van egy Juhász Erzsébet emlékszoba, illetve emléksarok létrehozása, ami majdnem autentikus lesz, hiszen az ő butora iba, az ő könyvespolcain az ő könyvei lesznek elhelyezve, és az asztalon az ő írógépe lesz. Helytörténeti tanácskozás volt a Topolyai Múzeumban. 4 évvel ezelőtt alakult a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság, ami időközben nevet változtatott a törvény erejénél fogva, és társaság helyett egyesület vagyunk. Körülbelül
200 tagja van ennek az egyesületnek. Ezek közül azok, akik valóban nagyon aktívak, olyan értelemben, hogy munkáikat megjelentetik, könyveik jelennek, még van 50-60 főre tehető. Megjelentettük erre a közgyűlésre a harmadik évkönyvünket. Tudnélik, minden évben évkönyvet jelentetünk meg azoknak a tagoknak az írásaiból, akik a folyó elmúlt év folyamán jelentettek meg lapokban, folyóiratokban helytörténeti vonatkozású írást. Minden alkalommal nem jutalmat, hanem elismeréseket adunk át. Eddig erre egy alkalommal került sor. Most a tavalyi és az idei elismeréseket is átadjuk. Tavaly tudni még nem tudtuk megtenni anyagi okokból kifolyólag, mert egy plakettet adunk át és egy emlékérmet. A 2012. évre Weissenberg József bácsföldvári helytörténész kapja a Kalapis Zoltán díjat, ez egy plakett. Az idei évre pedig a 2012-es évre pedig a Moravicai Monográfia Egyesület, amely éppen most ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. A Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület tavalyi emlékérmét Szabó J. József török kanizsai helytörténészünk kapja, aki szintén már 30 éve kutatja nem csak török kanizsa, hanem a környékének és Bánátnak a múltját. Az idei emlékérmet Topolyára kerül, Kocsis Antal veheti át, jön csak a több évtizedes kutatói és gyűjtői munkájáért. A bambisok jótékonysági akcióban vettek részt. Kultúrvarázsunkat látták, reméljük mindenki talált magának érdekes pillanatot. A jövő héten újabb tartalmakkal várjuk Önöket, viszontlátásra!